Szólítom Szálvai Ferenc tanszékvezető urat, a Kaposvári Egyetem prorektorát, a Károli Gáspár Református Egyetem tanárát, az önálló magyar ipar megteremtése Trianon után az előadásának a címe. Parancsoljon! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy keretet terveztem a mai alkalommal. 1923-ban egy szerző, Farkasfalvi Sándor ír arról, hogy tulajdonképpen szegény kis iparunk milyen helyzetben van, és 1923-ban azt írja, hogy a gyógyulás jelei mutatkoznak, és egész véletlenül azt találtam ebben a cikkben, hogy a talprálás jelei. Nem kerestem, mert ugye ennek az egész konferenciának most az a címe, hogy a talprálás hogyan, milyen módon történt meg. És én nagyjából az előadást ezen öt keret alapján próbálom valamennyire fölvázolni. És mindjárt azt a módszertani dolgot kell tennem, hogy muszáj legalább 29-ig elvinni ezt a témát. Ugyanis kiinduló pont, és egy mérés, vagy egyfajta fejlődésnek a bemutatása, egy lehetséges fejlődés bemutatása csak úgy megy, hogy valamiféle időtávot is adunk neki. De 1923-ban ez a szerző ír arról, hogy jelen pillanatban itt a trianoni béke után hogyan áll a magyar gazdaság, és azt mondja, hogy gyógyulgat, tehát most már gyógyulás jelei mutatkoznak, és úgy tűnik, hogy hamarosan valami pozitív kép lesz, és vele is fogom zárni az előadást, neki egy tanulmányával szintén, nagyon sok nemzetközi összehasonlítást tesz, és a végén pedig nagyjából azt is meg tudjuk mondani, egy kitekintéssel, hogy azért a 30-as évekre az, hogy elmúlik a gazdasági válság, a magyar ipar milyen állapotba kerül, illetve a magyar gyáriparról mit lehetne elmondani. Mindenképpen az alapvető tétel, és azt gondolom itt mindenki majdnem az előadások során oda nyúlt vissza, hogy mik voltak az előzményei ennek a trianoni békeszerződésnek, illetve annak a gazdaságnak, ami ekkor úgy tűnt, hogy virágzott. Én egy érdekes dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Ugye ez egy olyan gazdasági keret volt, ahol nekünk nem az ipar volt, az iparfejlesztés döntően Magyarországnak a feladata. Ez sokkal inkább ugye azok a helyek tudták jól megtenni, ahol valójában erre alkalmasabbak voltak. Így gondolok arra, hogy a Cseh-Morva iparvidék, az osztrák iparvidék ugye ezt megtette. Így óriási vita volt Magyarországon, ugye az agrár-merkantil vita, az, hogy mit is fejlesztünk. Ennek egy nagyon érdekes könyve került a kezembe Rajnik Bélának, ami az Ausztriától való gazdasági különválás nyomán várató alakulásról címet viseli. Egy idős professzor kollega ajánlotta a figyelmembe, hogy nézzem meg ezt a könyvet. Ez egy pályázatra készült, és díjnyertes munka, egy olyan 280 oldal körüli munka, amiben azt a nehézséget írja le, hogy a Vámunió tárgyalásokkor, ráadásul 1907-ben az utolsónál Magyarország kimondta azt, hogy külön fog válni. Tehát 1918. január 1 tulajdonképpen az a dátum, amikor Magyarország önálló vámterületként lépett volna föl a színpadon, és ennek megfelelően Magyarország azzal, hogy önálló szereplője lesz ennek az új világnak, így nem tudtuk meg, mert a háború ugye közbeszólt, és így nem tudtuk, hogy mi lett volna, ha. Viszont ebben rengeteg kérdést vett föl, hogy a munkásipar egyéb hogyan, miképp lehetne. Most nagyon érdekes, hogy a trianoni békeszerződés után jól tudjuk a súlyos veszteségeket, itt budai statisztikusnak az adatait, ha nézzük. Nyilván ismerjük, hogy nagyrészt az igazi probléma az volt, hogy ez egy feldolgozóipar volt döntő mértékben, a magyarországi ipar, és közben most pedig elveszítette a nyersanyagokat is. Tehát egy túlméretezett élelmiszeripar, amiről ma viszonylag kevesebbet fogok beszélni, az következő előadáson majd részletesen beszélnek róla, és hát mik voltak ennek az eredményei? Végül is honnan kellett talprálni? Itt láthatóak azok a százalékok, amelyek alapján egy elég zűrzavaros kép alakul ki. Minden esetre, ami nagyon fontos, hogy alapvető kérdés volt, hogy újra kellett szervezni az ipart valamilyen módon. Én úgy fogalmaztam ezt meg, a különböző szakirodalomból azt találtam, hogy kreatív
módon kellett ezt a gazdaságot újra építeni. Azért kreatív módon, mert teljesen megváltoztak a körülményei, és ha jól látjuk, hogy ez egy nyitott gazdaság lesz, tehát teljes mértékben, és hát külön ki kell emelnem a GYOSZ-nak a tevékenységét, és ez a GYOSZ volt a Gyáriparosok Országos Szövetség, amelyik leginkább ugye a Vámuniót akarta kézbe tartani, Korin Ferenc vezetésével, és ők voltak azok, akik leginkább kontrollálni akarták az ipart, illetve ők voltak abban érdekeltek, hogy új iparstatisztikát vezessenek be, és ellenőrzéseket a különböző kisiparosoknál is. Tehát egy szélsőségesen nyitott gazdaság lesz, és van még egy nagy probléma, hogy ha végignézzük 25-ig legalább, vagy még tovább, ez egy eléggé, hogy mondjam, a külkereskedelmünk az negatív. Ilyen értelemben jön egy újabb kérdés, ami majd itt számottevő lesz, hogy a következő lépés, ugye ez az importpótló iparosításra kerül sor, azaz, ha lehet akkor megteremteni mindazt, amire szüksége van az országnak, tehát nem behozatalból. És ennek az igazi letéteményes az, hogy itt Ausztria és Csehszlovákia a legfőbb partner. Jól tudjuk, egész hosszú ideig, és 30-tól már majd dönten a német külkereskedelem lesz a meghatározó. Tehát Magyarország tulajdonképpen egy új gazdasági egységé válik, és hát nagyon fontos, hogy új piacokat kell találni. Így jól tudjuk, hogy az olasz piac is egy darabig rendben volt, de utána természetszerűen túl kicsinek bizonyul. Ebben a helyzetben az az importpótló iparosítás ugye a második ponton ma, ebben valóban azt jelenti, hogy vámokat vetnek ki, nem csak mi, hanem a környező nemzetgazdaságok is, 30-40%-os vámok, vámvédelem, és hát itt iszonyú sok termék, 40 ezer cikkre vonatkozik az új vámtarifa. Ez 1925. január 1-től lép érvénybe, és hát döntően ugye a textilipart, bőripart, papíripart, élelmiszeripart, kohászatot, vasipart próbálták erősíteni mindezzel. Mi lesz ennek az egésznek az eredménye? Döntően az, hogy ástruktúrálódik az ipar, tehát döntően a feldolgozóipar helyett a textilipar lesz az, ami a két világháború között egy meghatározó ágazat, és a gépipar, de van egy csomó olyan iparág, ami megjelenik új rohamléptékkel, így az optikai vagy a rádióipar többek között. Így nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a kisipar szerepe azért meghatározó marad, és ezért is nehéz arra a kérdésre választ adni, hogy 29-ben, mert az lesz a kérdésünk, hogy a magyar gyáripar többet termelte, mint az osztrák-magyar monarchia idején. Azért nehéz erre választ adni, Rókusfalvi segítségével is, mert ugye van egy kisiparunk, meg van egy középiparunk is. Tehát ha az egész magyar ipart nézzük, akkor azt a megállapítást kell majd tennünk, hogy igen, de a gyáripar még egy kicsit elmaradt a dualizmus kori szerkezettől. A harmadik előadási pontom az ipar szerkezete, ebben lévő eltolódás, és tulajdonképpen ugye a kivitel értékét lehet olvasni ezeket a számokat. És én döntően az élelmiszeriparra kevésbé, de a könnyűiparra próbáltam azért koncentrálni, és a textiliparra. Az az érdekes, hogy rengeteg új gyár jön létre, tehát az egyik alapvető, hogy új gyárakat hoznak létre, gyáralapítások történnek, másik pedig, hogy tudatosan iparstatisztikákat vezetnek be, azaz, hogy ellenőrzik a termelést. Így kiemeltem itt a magyar optikai műveket, a Gammát, és a bőriparban pedig ismert, még dualizmus kori gyárak vesznek ebben részt. Természetesen a gyógyszeripar már ismert cégekkel, ma is ismert cégekkel, Kinoin, Richter, Gedeon fejlődése kiemelkedő ekkor a két világháború között. Hungária vegyi művek, élelmiszeripar, ígértem, hogy ebből kevesebbet fogok, mégis elég jól áll a trianoni Magyarország ebből a szempontból. Legalább 15 területe van ennek. Két nagy probléma van, Gulyás kollega írta meg az Élelmiszer gazdaság története című műben, hogy bizonyos helyeken kihasználatlan kapacitások vannak, bizonyos iparágokban pedig nyersanyag hiány lép föl. Itt lehet látni, hogy háború előtti termelés százalékban hogyan is néz ki a főbb iparágak szerint a trianoni Magyarországon. Hát a nehézipar, Weiss Manfred
természetesen nem csak a nehézipar, mert ugye eredetileg a konzervgyártással indultak el, és abból nő majd ki a hadsereg az első háborúba, töltény és egyéb előállítása, kis pici dobozokba, szelencékbe tartós élelmiszert építettek. Egy nagyon érdekes tanulmányt olvastam most erről éppen a kecskeméti konzervgyár történetéről, ahol nagyon vastagon Weiss Manfredék is benne vannak. Az a jó, hogy Weiss Manfrednak megvan a hagyatéka, tehát így lehet tudni belőle nagyon sok érdekes gazdasági adatot. És hát katonai célok szintén, másik pedig, hogy a bauxit termelés ugye Gánton indul el, és hát a villamos energia termelés pedig felhajtó erőt jelent egyáltalán a korabeli infrastruktúrának a kiépítése. A Weiss Manfred autókat lehet itt látni, de egy jó pár diát hoztam arról is, hogy 1927-ben már Magyarország Weiss Manfreddel köt egy megállapodást, illetve maga a magyar kormány. Repülőmotorgyártó részvénytársaságot hoznak létre, 15 évre, 50 repülőre, és aztán természetesen 28-tól megkeresték a német kormányt is, német katonai hivatalt, különböző katonai jármű, főleg itt a viszonylag kis tömegű, 6 tengelyes autóknak a gyártásába, 3-4 tonnás haszonjárművek készítésére, természetesen a rádiógyártás, a Duna tengerjáró motoros hajóknak a megjelenése is. Még egyszer mondom, a szerkezet persze úgy alakul át, hogy döntően a textilipar és a különböző elektronikai ipar lesznek húzóágazatok. Itt egy Weiss Manfred ÖIF típusú iskolagépe Csepelen, természetesen nagyon sok van, maketteket is lehet erről látni. És azt, hogy a Weiss Manfred ezt majd később a 40-es években teljesíti ki, mert megveszi a Daimler-Benznek egy prototípusát, és azok már tulajdonképpen katonai célokra készülnek, a németek elviszik persze ezek döntő zömét, tehát nem itthon kerülnek felhasználásra. Végül is, ha le kéne zárnom, akkor azt kellene mondanom, azt mondom, hogy a gazdasági növekedésnek, stabilizációnak motorjává vált az ipar. Ez a gyógyulóipar 1929-ben már az összipari termelés 12%-kal meghaladta az utolsó békeévet, ami ugye a háború előtt volt. Tehát megint az az érdekes, ha olvasgatjuk a korabeli statisztikai szemléket, meg olvasgatjuk a különböző eredeti dokumentumokat, nem igaz az, amiket sok helyen lehet olvasni, hogy a két világháború közötti magyar ipar az gyakorlatilag nem éri utol a dualizmuskorit, és nosztalgiával néznek arra a termelésre, nem. Megtalált az önálló utat, és ha megnézzük, indexekben 21-től, most 29 érdekes, 100-nak véve 21-et, ez 164-re emelkedik, és aztán még tovább, 43-ra már látjuk, de nyilvánvalóan itt egy világgazdasági válságot is túl kellett élni. Tehát a KSH jelentései szerint 28-ban az ipar adta a nemzetjövedelemnek már 41%-át. 36-ban már 43,7%-át. Azt is mondhatnánk, hogy a modern gazdaság átalakulásnak nyugaton is mindenütt az agrárium után az ipar volt a letéteményese. Kicsit az az érzésem, hogy nálunk ekkor következik ez be. Farkasfalviról beszéltem, erősebb a gyáriparunk, és ez egy mutató. Az látszik, hogy végig egy roham növekedés van, de a végső megállapítása az, hogy összvolumenében maga a gyáripar, ami egy része csak az iparnak, az még egy 10%-kal elmaradt a 13-as értéktől. Ennek ellenére folyamatos növekedést mutat. És hát 31 jönnek a különböző iparfejlesztési törvénycikkek, én is hoztam ide véletlenül párat, ami azt jelenti, hogy akarják fejleszteni az ipart, és különböző bizottságokat hoznak létre, ipartestületeket, amelyek ellenőrzik. És 3 minisztériumhoz is tartozik ez a feladat. Konklúzió, helyes gazdaságpolitika, kreatív gazdaságpolitika volt ez, és a kihívásokat felismerve, nemzetközi változásokhoz igazodva megfelelő válaszokat adott a 20-as évek magyar ipara és azt irányítók.
gazdasági politika elit összefogott, és a gazdasági elmaradás okait nagy valószínűséggel nem itt kell keresni, mert igenis, ez egy nagyon szép felfelévelő pálya volt. Természetesen a győri program majd, ez pici kitekintés beindítja további fejlődést. Megint Farkasfalvitól egy szép ábra. Világgazdasági válságnál visszaesés, de utána újra felfelévelő szakasza van ennek, hát hogy a gazdaság is megy előre. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Szávai professzor úr a gyógyulás jeleiről és a javulásról és az újrakezdésről beszélt az ipar területén. Ő Rajnik Bélának Ausztriától való elszakadás és gazdasági különválás munkáját idézte, és én hagy idézem föl azoknak a kisebb régióknak és városoknak a képét, amelyeket el szoktunk felejteni a nagy-nagy veszteséglisták számbavételekor. Azokat a városokat szeretném felidézni, nem végigmondva természetesen, amelyek bár Magyarországon maradtak, de mégis a határszélre szorultak, zsákutcává váltak, elvesztették a piacaikat, és amelyeket tulajdonképpen egy nagyon furcsa szituációba sorolt a békeszerződés. Ha a korabeli újságokat nézegetjük, Sopron, Kőszeg és a határcéli városokban egész megdöbbentő tudósításokat látunk, kihalt utcákról, elmaradó piacnapokról, olyan utcákról, ahol automobil, ahol korábban járt, nem is látható, piacokat vesztett, zsákutcás régiókat látunk.